Van itt egy közlemény Jávor Benedektől, európai parlamenti képviselő. Jó reggelt kívánok. Úgy kezdődik, hogy nukleáris szemétség. De hát a nukleáris szemétről szól alapvetően, meg a rezsihazugságról. Szemétség az egész, ami Paks 2 körül történik? Ez ezt jelenti? Paks 2 körül rengeteg hazugság, csúsztatás, az ország jövőbeli eladósítása, a geopolitikai érdekeink elárulása zajlik. Tehát rendkívül nagy az a kupac, ami a paksi bővítést, illetve a jelenlegi paksi erőmű működését is jellemzi. Amiről itt szó van, az a legújabb ötlete a kormánynak, ami egy kiszivárgott belső feljegyzésből derült ki a nyilvánosság számára, mely szerint az úgynevezett nukleáris pénzügyi, központi nukleáris pénzügyi alapban felhalmozott pénzeket, amelyeknek az a célja, hogy amikor lejár a paksi atomerőmű élettartama, akkor a ott keletkezett hulladékot véglegesen el lehessen helyezni, megépíteni az ehhez szükséges tárolót, illetve hogy egyáltalán el lehessen szerelni a paksi atomerőművet a működésének a befejezését követően, hogy ezt a tevékenységet finanszírozni lehessen, és nem majd akkor szakadjon egy összegben az ország nyakában, hanem az erőmű a működése során folyamatosan halmozza föl azt a pénzt, amiből aztán ezt a tevékenységet. Most évi 20 milliárd. Körülbelül évi 20 milliárd forintot ad, ez változik évről évre. A paksi atomerőmű befizetései változó mértékben 5-10 milliárd forinttal egyébként már most is a költségvetés járul hozzá, tehát Paks már most se fizeti ki a tényleges költségeit teljes egészében, mert az adófizetői pénzekből ennyivel támogatja tulajdonképpen a Paks élettartam végén történő leszerelését a költségvetés, de a mostani ötlet az arról szól, hogy egyrészt megszüntetni a befizetését az erőműnek, tehát gyakorlatilag mentesíteni a költségek egy részétől. Ez olyan, mintha az autó működtetésének valamelyik részét az állam átvállalná. Hát természetesen ez olcsóbbá teszi az így termelt villamosenergiát Pakson egy ilyen könyv szerinti manipuláció szerint, de nemzetgazdaságilag ez pusztán azt jelenti, hogy mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy Paks működjön. A másik része pedig... A másik része pedig az, hogy a felhalmozott pénzt azt nem rakják félre a időtartam végén történő leszerelésre, hanem azt tulajdonképpen a rezsicsökkentés tovább folytatására költenék. De van arra törvény, vagy megvan van az a törvény, erre az atomtörvény, hely, az atomtörvény nagyon egyértelműen rendelkezik arról, hogy ezt nem lehet megtenni, tehát hogy az atomerőmű befizetéseit a kitűzött célra kell fordítani, tehát ezt a magyar jogszabályok erről rendelkeznek. Na most természetesen semben nem kerül az atomtörvényt egy pénteken benyújtott törvénymódosítása a hétfőn általános és részletes vitán megvitatni, majd szavazni róla és elfogadni a módosítást, azonban ez uniós jogba is ütközik. Tehát az uniós jog nagyon világos és nagyon egyértelmű abban, hogy a nukleáris energiatermelésnek is valamennyi költségét be kell építeni az árába, és ezt nem lehet állami költségvetésnek átvállalnia, mert az tiltott állami támogatás. A dokumentumok vizsgálatával egyébként is mostanában jól el van, a tegnapi közlemény az arról szól, hogy talált valami kis csodát azok között, amelyek szigorúan titkosak, de valami nem annyira szigorúan titkos már, meg nem is annyi ideig titkos, csak erről elfelejtettek szólni. Valóban itt ezen a területen is hát azt látjuk, hogy a szokásos mellébeszélés, hazudozás, a színfalak mögötti teljesen érthetetlen kavarás folyik a Paks 2, a paksi bővítés megvalósítási szerződései körül. Ugye ezeket 2014. decemberében kötötte meg Magyarország az orosz féllel, és akkor nem sokra rá egy törvény elfogadásával 30 évre egységesen titkosították az összes vonatkozó dokumentumot. Amit én találtam egy nemrégen ezelőtt, vagy nemrégen lefolytatott betekintés során, az az, hogy feltűnés nélkül, anélkül, hogy a nyilvánosságot erről értesítették volna, a nyár folyamán az egyik nagy szerződésnek, a létesítésről szóló nagy szerződésnek a minősítését felülvizsgálták, és 30 évről 10 évre rövidítették a minősítésnek az időtartamát, a szintjét pedig titkosról korlátozott terjesztésűre enyhítették.
tették, ami egy lényegesen enyhébb fokozat, anélkül, hogy tudnánk, hogy ez miért következett be. Én még korábban kezdeményeztem egyébként ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálatát, hogy szükséges-e és indokolt-e ezeknek a 30 évre való titkosítása, de erről az eljárásról nincsen információ. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ennek a folyamatnak az eredményeképpen került sor erre a felülvizsgálatra. Ugyanakkor az nem magyarázza meg ez sem, hogy miért módosították az egyik szerződésnek a minősítését, és miért nem módosították a másik három szerződésnek a minősítését. Ráadásul, amit módosítottak, az éppen az a szerződés, ami szerintem a legtöbb egyébként okkal védendő adatot tartalmazza. Tehát én azt gondolom, hogy a szerződések többségét nyilvánosságra kéne hozni, bizonyos információk kitakarásával, amelyeket valóban védeni kell. Mennyire lát bele teljesen ezekbe a szerződésekbe képviselőként? Mi ez van jogosítványa? Ugye adatvizsgálat, meg iratvizsgálat, amiről beszélünk. Jog szerint ezekben a szerződésekben én betekinthetek, elolvashatom őket. Ez nekem egy közel 3-4 éves munkába tellett. Pintér Sándor személyes engedélye kellett hozzá, hogy egy zárt adatszobában betekinthessek a szerződésekbe. Túl megyünk azon a határon, amit ez a lehetőség megenged önnek, ha megkérdezem, hogy talál-e benne olyat, ami értelmezhetővé teszi, hogy miért kellett ezeket titkosítani? Annyit elmondhatok, hogy vannak benne olyan információk, amelyek okkal titkosak, azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell kirakni az ablakba. A szerződésekben levő információknak megítélésem szerint 85%-a minden további nélkül nyilvánosságra hozható. Talál olyat, ami jogilag, pénzügyileg, bármilyen összefüggésben aggályos vagy törvénysértő lehet? Rengeteg ilyet találtam. Ezekről a aggályos vagy törvénysértő? Aggályosnak mondanám, törvénysértőnek talán nem. Teszem hozzá, én eddig 2 órát töltöttem ezeknek a szerződéseknek a társaságában, összesen majdnem 3000 oldal angol nyelvű szerződésről van szó, tehát azért azt nem állítom, hogy ez idő alatt első betűtől az utolsóig minden mellékletet azonos részletességgel el tudtam olvasni, de amit elolvastam, az alapján számos kritikus pont van ezekben. Mihez a szerződésekben. Mihez tud ezek titkosak, ezek kezdeni titkosak ezekkel az információkkal? Mit tud velük csinálni? Egyrészt én már több ízben a miniszterelnökséghez, Lázár Jánoshoz fordultam, részben azzal az indokkal, hogy bizonyos információk megítélésem szerint nem indokolt, hogy titkosak legyenek, ezeknek a nyilvánosságra hozatala elkerülhetetlen, egyszerűen a közérdekű információkhoz fűződő jog egy sokkal erősebb jog, mint az az esetleges érdek, amik ezekkel kapcsolatosan biztonsági vagy üzleti érdek, ami ezekhez fűződik, hiszen olyan információkról is beszélünk, amelyek semmiféle üzleti titkot nem árulnak el. Másrészt? És a bíróság elé citáltam a miniszterelnökséget, hogy az információk egyes részeit hozzák nyilvánosságra. Ennek eredményeképpen a bíróság ugyancsak kezdeményezni kell a bíróságnak a szerződések titkosságának a felülvizsgálatát, emellett pedig az Európai Bizottsághoz is fordultam a szerződések titkossága miatt, amely megítélésem szerint uniós jogot. Igazából tehát itt van keresni való a titkos, nem titkos kérdéskörnél egyelőre. Hát először is látunk, titkos, kéne, akkor már lehet indulni a további utakon. Az egy dolog, hogy mi van az én fejemben, én erről nem beszélhetek, mert az a törvénysértést követnék el. Hát ezért kérdeztem így rögtön. Azért gondolom, hogy ezeknek a jó részét minden további nélkül nyilvánosságra lehetne hozni, és a magyar társadalom megérdemelni, hogy nyilvánosságra hozzák, és nyíltan lássuk, hogy miben is állapodott meg a magyar kormány Oroszországban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Jön a híradó, a híradó után pedig Péter Falvi Attilával folytatjuk a startot majd.